tapasztalataink ugye azt mutatják, hogy falvaink előregednek, a tetterős IQ-val rendelkező, komoly teljesítményre képes fiatalok nagyjából elmennek ezekből a településekből. Az elvándorlást, a falva kihalását kívánja megakadályozni Tolna megye, méghozzá úgy, hogy együttműködik a jövőben a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karával és Szekszárd önkormányzatával. Az erről szóló megállapodást írták alá a felek a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karán. Ács Rezső Szekszárd polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a térségi összefogást. Jelentős mértékben tud nőni a város megtartó ereje, a fiatalok számára megfelelő alternatívát tudunk nyújtani, megfelelő jövőképet tudunk biztosítani, hiszen a szakképzés területén már elindult egy munka a városban, mert szeretnénk most továbbvinni a felsőoktatást tekintetében, és ami mindig is hiányzott Tolna megyéből, és mindig is hiányzott Szekszárdból egy kicsit, ez a maga az innováció. Tudjuk azt, hogy megfelelő tehetséges emberek dolgoznak itt Szekszárdon is, de ezt szeretnénk most beterelni egy rendszerbe. Új kutató és szolgáltató központokat hoznak majd létre, amiknek többek között az lesz a feladatuk, hogy gördülékenyen eljuttassák az információt a helyi vállalkozásokhoz, civil szervezetekhez, a legújabb tudományos eredményekről, pályázati lehetőségekről, szakmai projektekről, mondta Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karának dékánja. Remélem, hogy ennek eredményeként néhány éven belül jelentős forrásokhoz jut majd a térség, ezáltal nyilván a kar, az egyetem is megerősödhet ennek a térségnek a gazdasági, társadalmi megtartó ereje, vonzereje, és hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy Tolna megye valóban élen járjon a tudás alapú, tudásintenzív gazdaság megteremtésében. Az együttműködés részeként új műszaki szakokat is indítanak a karon, amikkel a helyi vállalkozások jövőbeli igényeit és a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges munkaerő igényt is ki tudják majd elégíteni. Ezen túl a szőlészet, borászat terén is megerősítik az egyetemi kart, amitől azt remélik, hogy a szekszárdi borvidék jelentősebb szerepet tölt be az országban és a régióban is.